A járvánnyal kapcsolatos mutatók az elmúlt napokban látványosan jó irányba mozdultak el. Az oltási programnak köszönhetően folyamatosan csökken a napi esetszám, és a kórházi adatok is egyre bíztatóbbak. Ez indokolta, hogy lazítottak az idősek otthonait érintő, több mint egy éve bevezetett szigorú intézkedéseken. Az enyhítések természetesen Bonyháddal is hatályba léptek. Pénteki napon meg tudtuk nyitni az idősek otthonát, hiszen megérkezett a szakvélemény arra vonatkozóan, hogy ismételten fogadhatunk látogatókat. Azzal a feltétellel, hogy vakcina igazolványjal kell rendelkeznie az ellátottat látogatónak. A bentlakásos intézményben 16-an laknak, az idősek nappali klubját pedig 60 szépkorú látogatja rendszeresen. Nekik is nehézséget okoztak az elmúlt hónapok, ugyanis a közös programokat eddig nem lehetett megtartani. Mostantól viszont már erre is lehetőség van. Minden ellátottunk lent rendelkezik vakcina igazolvánnyal, ezáltal ők is elhagyhatják az intézményt, misére mehetnek, bevásárolhatnak, és semmi kötöttség nélkül visszajöhetnek ugyanúgy az intézménybe. Elsőként az intézményvezető kolléganőmmel voltunk lent megnyitni ezt a lehetőséget, hogy újból fogadhatnak, és hogy bennünket fogadjanak, legyenek olyan kedvesek először, az öröm felhőtlen volt az arcukon. Tehát a megkönnyebbülés, ugyanakkor azért egy kis félelem is van még bennük, hiszen nem szeretnék, hogyha rövid időn belül újból zárásra kerülne sor, így mindenkit kértek ők is arra, hogy csak az jöjjön be, akinek van igazolványa. Péntek óta pedig újra élettel kezdett megtelni a gondozási központ épülete. A szépkorúak folyamatosan érkeznek vissza, mivel már nagyon hiányzott nekik a társaság, és az a törődés, amit az itt dolgozóktól kapnak. Ennek ugyanakkor nagyon fontos előfeltétele volt, hogy szinte mindannyian beoltatták magukat. Én úgy gondolom, hogy egyre jobban felmerül mindenkiben az a tudat, hogy nem csak önmagáért, családjáért, a társadalomért meg kell tennünk azt, hogy beoltassuk magunkat, hiszen szeretnénk visszakapni az életünket. Az, hogy minden ugyanúgy működjön, mint korábban, hogy nyitva legyünk, hogy programokat szervezhessünk, ahhoz kell az oltás, hogy ne legyünk betegek. További jó hír, hogy a gondozási központ nemrégen nyert egy pályázaton, így rászoruló családoknak tudtak csomagokat összeállítani. 180 családnak tudtunk segíteni Bonyhádon. Nagyon-nagyon jó az összefogás Bonyhád városában, hiszen nagyon sok a feladatunk. Azzal, hogy újból megnyitottunk, ugye még plusz feladatok jöttek hozzánk, és így a testület tagjai elvitték a csomagokat, kiosztották, jó kívánságainkat tolmácsolták, de ez a logisztikázás, hogy együtt tudunk működni, és ilyen formában ez nagyon-nagyon jó. A csomagokat a szakemberek igyekeztek úgy összeállítani, hogy abban a tartós élelmiszerek mellett olyan termékek is kapjanak helyet, amik az iskolába vagy a munkába járás teszik könnyebbé. A jelenlegi csomagban felvágottak, illetve ivójoghurtok is belekerültek a csomagba. Bonyhádon tehát újra fogadhatnak látogatókat az idős otthon lakói, emellett a nappali intézménybe is visszatérhettek a szépkorúak, sőt a városban élő rászoruló családoknak is tudtak segíteni nemrégen az önkormányzati intézmény munkatársai.